rendezvényen egy különlegesség, részemről is különleges, mert most rám először. Egy tárlatvezetés, ugye én képzőművész vagyok, grafikusként végeztem, azt kevesen tudják talán, és egy tárlatvezetés bor és mámor témakörben a 19.-20. századi festőkkel, Gulácsi, Vasari és még sokkal mások. Soha nem csináltam még ilyet, és rettenetesen izgulok az a helyzet, hogy mert nyilván nem fog tudni egy teljes átfogó művészettörténeti mély elemző dolgot csinálni. A borhoz, a mámorhoz ugye nekem azért ezzel kapcsolatosan egy kis előéletem, ugye, hogy volt ez a megmártoztam én mindenféle jogadatban. A Vénusz szobrok ábrázolások, ezek a Firenzétől nem tudom mely más városokban vannak, ezek így együtt nem láthatók sehol. Ez ő Vasari fantáziájában teremtődött meg, ezek a fényviszonyok, ezek nem létező fényviszonyok. Létezik azonban olyan is, nem egy esetben. Olykor a Gulácsihoz érünk, nagyon sok ilyen, érdekes festményeket festett. Ő nem volt se alkoholista, vagy nem egy dolgokkal, vagy nem ért morfiummal, mert korművészei éltek egy ilyen morfiummal is. Borral ő egész egyszerűen csak egy szíves eset volt. Megint az elméje, meg megborult elméjével készültek ezek a festmények. De azt tudom, hogy nem kell ahhoz morfiumot használni, hogy morfiumistát lefessünk, de Vasarira ez nagyon érdekesen, és nagyon tudott váltani, ugye láttuk az előbb is, hogy ott milyen stílusból festünk, hogy ebben itt milyen a nagyvárosa, ránk szoduló nagyvárosa, dekadens nővel. Nem tudom teljesen pontosan, hogy kinek mit jelentett, de akár a halálszimbólum, én azt tudom, hiszen folyamatosan életveszélyben voltam, amíg ezekkel a szerekkel éltem. Benne van, én hallok egy zenét a háttérben abszolút, tehát van egy fura zene, és akkor divatos, és ma is leginkább az ezoteriához és mindenhez kapcsolatban látjuk, hogy a Buddha ábrázolást. Azért ez akkor, amikor ezt megfestette, szerintem ez nagyon nagy dolog volt a színhasználatban, egy teljesen modern. Itt is hallok valami zenét, játszottam 3 évvel ezelőtt a Szombathelyen Horváth Ferenc Liliokját és a Hintás fiút, és egy picit most így, amikor néztem a képet, akkor erre gondoltam, hogy talán magamat is kerestem, hogy hol vagyok én a képen.